Az Óbecse és Péterréve közötti 13 kilométeres utat sokan teszik meg nap mint nap. A közlekedés ennek a regionális útnak bizonyos szakaszain valóságos hullámvasút volt eddig. Örülünk, ha bár vannak benne a hullámok, már hogy üttünk, láttuk éppen, hogy biztos, jobb, mint volt, attól sokkal jobb, az biztos. Ezt az utat 2010-ben kezdték el felújítani, nagy része azóta több szakaszban is elkészült. Most a hátra maradt 2 kilométeren dolgoznak a munkások, akik az új aszfaltra még egy réteget húznak majd. A tiszamenti régiónak egy nagyon fontos beruházása, hiszen ez az út egyrészt nagyon forgalmas, úgy személyautó, mint teherautó szempontjából, és hát ez a biztonságos közlekedésnek az előföltétele, hogy jó úton lehessen közlekedni. Én örülök, hogy sikerült végre valahára megvalósítani ezt a beruházást, hiszen mondom, hogy nagyon sok évet vártunk erre. A Szerbia útjai közvállalat megközelítőleg 50 millió dinárt fordít a Péterrévei út ezen részének felújítására. A munkálatokat várhatóan 2 hét múlva fejezik be.